A legjobb árakért és kedvezményekért nézzétek meg az Eneba oldalát, a linkeket pedig, mint mindig, most is megtaláljátok a leírásban. Na sziasztok srácok, hát ma délelőtt a szokásos időben megérkezett a legújabb heti frissítés a játékhoz, amivel többek között kaptunk 2 új rendőrautót a Bottom Dollar Bounties DLC-ből, és ezért azt tegyük hozzá, hogy ez nagyon ritka, hogy egyszerre 2 új kocsit betegyen a játékba a Rockstar, de ezen kívül is vannak még érdekességek a héten, úgyhogy én nem mondó vagyok, hogy vágjunk is bele. A jelenlegi hét július 11-től július 18-áig fog tartani. A pódiumautó ezen a héten az Insurgent. Igen, tudom, elég érdekesen néz ki a pódiumon, de hát ez van, ezt kaptuk. Egyébként az egyik legjobb katonai jármű, a mai napig pedig már nagyon régen került be. Minden esetre most egy hétig mindenki kipörgetheti ingyenesen, amihez sok sikert kívánok mindenkinek. A Prize Ride jármű az Albany VSTR, aminek a megszerzéséhez az első 3 helyen kell végeznetek, bármelyik Los Santos Kármit versenyen méghozzá 3 egymást követő napon, ehhez is szintén sok sikert. A 3 tesztautó a héten a Vapid Click, az Albany Hermes és a Coil Voltic. Simeon kereskedésében a héten az Entity XF-et, a Coil Brawlert, a Pegassi Eskeet, a Vapid Contendert és az Obey 9F-et tudjátok kipróbálni, valamint megvásárolni. A Luxury autóznál pedig a Bolokan Envisaged, valamint az Enus Paragon S-t. Nézzük az akciókat, 30%-kal olcsóbb az összes garázs ingatlan, a Lampadati Cinkemila, a Valton L35, az Entity XF és a Vapid Click, valamint féláron tudjátok megvásárolni az összes katonai felsőt, katonai mellényt és katonai nadrágot is. Jó nagy választék van mindhárom kategóriában, úgyhogy fogtok tudni szerintem találni olyat, ami tetszik. Pénzszerzési lehetőségek is érkeztek, természetesen kezdjük az új Salvage Yard járművekkel. Az Ishii Rally 253.000 dollárt ér, és a McTony Rebelli tartozik hozzá, a Lampadati Tropos Rally 341.000 dollárt, és a Degen Rebelli, az Enus Stafford pedig 389.000, és a Gangbanger Rebellivel tudjátok ellopni. Ahogy azt láthatjátok, megtartani sajnos egyiket sem lehet a héten. Aztán kétszeres szorzót kapott az összes stunt verseny, amiből rengeteg van, és nekem konkrétan ezek a kedvenceim, ezek a versenyek, meg ezek a pályák. Nagyon szeretem őket, úgyhogy ebből biztos, hogy sok közös játék lesz, és ki fogjuk őket próbálni holnap este az élőadásban. Szintén kétszeres szorzó van a Special Vehicle versenyeken, itt ilyenekre gondoljatok, mint a Blazer Aqua, Deluxo, Rocket Voltic, Ruiner 2000, Stromberg, Truster, stb. Ezek között is vannak nagyon jó pályák. Valamint a Junk Energy ejtőernyőzések és az RC Bandito Time Trial is dupla szorzós a héten, utóbbi ráadásul naponta változik, tehát hogyha valaki minden nap teljesíti, akkor 7x 100.000 dollárt tud összeszedni vele, ami azért nagyon nem rossz szerintem. A Weekly Challenge a héten a következő, mindenki, aki sikeresen teljesít 6 darab Vincentes Dispatchwork küldetést, tudjátok, amit a rendőrautókból lehet elindítani, az megkapja a 100.000 dolláros jutalmat, és itt van annyi érdekesség, hogy aki 1, valamint 3 sikeresen teljesített dispatch küldetést véghez tud vinni, az kap még 100-100.000 dollárt ajándékba, úgyhogy érdemes ezzel foglalkozni, és aki megcsinálja ezt a 6 darab küldetést, az ugye egyúttal megcsinálja az 1-et meg a 3-at is, értelemszerűen. Tehát, hogy összesen 300.000 dollár jutalmat kaptok még azon túl, amiket ugye kaptok minden egyes ilyen dispatch küldetés után. Ezek ilyen egyszeri bónuszok, de érdemes kihasználni. És ne felejtsük el a time trialokat, sem a Land Vehicle-ös a Grove Street, az RC Banditos a Cypress Flats, Junk Energy-s pedig a Mirror Park, és ugye említettem a videó elején, hogy bekerült 2 új jármű, ezek a Warstock weboldalán találhatóak, az egyik a Dominator FX Interceptor, ennek az ára 3.712.000 dollár, a másik pedig az Impaler LX Cruiser, ez 3.600.000-be kerül, ezek már trade price árak egyébként. Péntek este 8-tól feltuningoljuk őket élőben, úgyhogy gyertek, és akkor meg tudom mutatni, hogy megéri őket megvenni, avagy sem. És tulajdonképpen ennyi lett volna ez a mostani videó, meg ez a jelenlegi hét. Nagyon szépen köszönöm mindenkinek a figyelmet. Holnap este tehát találkozunk, én Dani voltam, addig is jó játékot mindenkinek. Sziasztok!